Sziasztok! Megmutatom nektek az új munkatársat. Gyakorolsz? Ja. Na, gyakoroljál. Mutattam, mondtam neki, hogy kellene, de egész jó. Engedd neki a pálcát, hagyd folyamatosan. Hagyd fogjon a pálcát. Jó, várja. Hozok másikat is összeengedsz. Jó? Apuka tanítja a fiát heggeszteni. Igen. Nagyon menő vagy, öcsém. Meg kell tanulni. Nem lesz meg. Szétszedjük. Valahogy heggezd össze. Itt. Itt is akkor heggezd össze, de ne siess a heggesztéssel. Mutattam, hogy hogy kell. Lesalakogod és meglátod, hogy most tiszta vas vagy. Drásfél. Jaj, nem mer hozzányúlni a vashoz. Nem fog megrázni a vas. Látod, amikor elkezdesz, hogy mit csinál? Látom. És mit látsz? A fényt. De szemedet nem bántja. Nem. Ugye? Nos, jó fény. Na, öcsi. Össze van. Így látom, mit tudok. Na. Le kell salakolni. Salakold le. Kalapáld meg azzal a salakolóval. Ha nem érted, hogy mit, hogy akkor... Picit nem kell nagyon. Úgy, mert attól erősebben. És ilyenek oda rendesen. Ha eltörik, eltörik, majd kezded újból. Így. Aha, úgy le kell jönnie. Na, gyerekek, én is belenéztem a fénybe. Most én sem látok semmit. Te jól összeheggeztette. Jó. Erre szokták azt mondani, hogy szűzkész szerencsét ér, igaz? Nyilván én így. Most én ezt leülöttem, amit heggeszted tovább. Megmutatom, hogy milyennek kéne lenni. Majd a pajzsot. Ugye összeszerítettem. Tehát úgy kell, hogy figyelj, ezt kell összeheggeszteni, ezt a vonalat. Akkor én így szoktam. Így. Így. Én is megpróbáltam úgy. Így. Szép lassan, nem úgy most, mint ócsám. Lassan. De figyelj. Gyere ide, Kormi. Nem fog belemenni a kormányba. Látod, apa kitámasztja a kis ujjával a kezét. Látod? Segíti a tartást. És akkor egyszerű. Ilyennek kéne lenni, amikor heggeszted, akkor ilyennek nem lehet olyan darásfészkes. Nyilván nekem sem mindig sikerül. Jó van, Kormi. Látod? De az övé is megfogta. Ez most itt egy picit meleg volt. De hát több is veszett pohácson, gyerekek. Úgyhogy öcsi, hozzunk neked egy csomag pálcát, próbálgassad, jó? Saját magad fogod megtanulni. Meghegeszed itt az egész világot. Heggezgessed, de rád fog menni a szikra így. Jó, hogy nem hasalva heggesztesz, öcsi. Ne, öcsi, nem jól állsz neki, úgy, ahogy én. De valahogy így csináltad. Igen, de te szembe legyél vele, ne így. Várjál, öcsi, akkor fordítsuk meg az anyagot? Ja. Na. De miért nem te fordulsz meg? Arra? Vedd le a csipeszt. Várjál, megnézem, mert én nem akarok úgy járni, mint apád. Nem számít. Ha már nem a saját káromban, akkor legalább más kell ebből tanulnunk, hogy meleg. Jaj! Hol a csipesz?
Jó, ott a pálcád. Azt... Most kezd el itt. Ott legalább látom. Na. Oda ragad? Igen. Mondtam neki, mit kell csinálni, jól csinálta. Kormi? Öcsi, várj egy picit. Így nem tudsz heggeszteni, hogy oldalról akarod heggeszteni. Mindig szembe vagy. Figyelj egy picit. Öcsi, várj egy kicsit. Az a baj, hogy... Ezt innen nem tudod, innen tudod heggeszteni, innen. Így. Innen nem fogod tudni heggeszteni így. Az a baj, gyerekek. Fiatal. Az... Mindent ülve akar csinálni, nem térdelünk, nem állunk. Nyilván ez... Vigyázz meg. Oda üljél, jó? De miért kell ülnie? De ő ülni akar, de ülve nem lehet dolgozni. Hát... Jó? Tessék. Innen tudod, innen tudod heggeszteni. Jó, és én kitámasztottam a kezemet a kis ujjammal, és akkor úgy. Oda mellé. Várj egy picit, várj egy picit. Ő azért nem tudja, mennyire meleg ez még. Várj egy kicsit. Már így. És akkor így lerakod. De a testet tegyétek. Kezedet ide, így, és akkor így fogod látni, hogy jó, tudod, átesszük, hogy hogy kell csinálni, jó? Látod? Aha. Látod, hogy mondj meg? Látod? Na, ilyennek kéne lenni. Látod, hogy most hogy megy? Úgy, úgy. Én sem tudok heggeszteni, csak úgy meg... Heggezgetem magamnak a dolgokat. Meg kell tanulni neki, mert aki szerelőnek akar tanulni, annak heggeszteni is tudni kell. Most nekem fel kell állni. Rozi, fejezd be! Csak... Na, Öcsi? Mi a helyzet? Csak... Ez már. Nem izéli, mert jó ez a pajzs. Erre meg azért nem térdelek, mert nagyon szépségem. Az igen. Az ajtó ekkora marad? Vagy lejjebb vágod? Le is rákatom, meg is marad. Mégis nem, azt nem szoroz. Szerintem az... Hozzá a másik pálcát. Tessék, itt van. Nem is tudom, hogy mondják, zárványos lesz, hogy milyen lesz heggesztés, darásfészkes? Nem tudom. De teljesen mindegy. Jól rakom meg? Jól. Igen, de te pont fordított csinálsz mindent, úgy vettem észre. Uborkát is mindig a száránál kezdi enni. Banát is. A hegesztőpácát is rakom a tízébe. De nem baj. Na miért rakja bele fordítva? Nem tudom, nekem minden furcsa volt. Na, kijön belőle, vagy nem? Na most megnyomtad. Úgy kijön, megnyomod. Na, majd veszek én egy ízét, komoly trafót. Azt abban jobban meg tudsz tanulni heggeszteni, de ez se rossz. Úgy jó. Nem jön az ki. Van abban egy nyúlt, öcsi. Add ide. Jó. Add ide, add ide. Jó, megtalálta. Oké. Okay. Ott van. Aha, most jó. Hosszabb pálcával rosszat heggeszteni. Először tudod, picit megsikarlodott azt a izét, mert valaminek ki kell látszania. Nem, minek kell kilátszani? Drótnak? Ha, itt az picit ilyen. Igen, úgy megkarcolgatod. Én csak apától láttam.
Nagyon nagy, rossz szögbe tartod neki, hogy úgy, úgy. Úgy már jó. Lassabban. Nem kell vele kapkodni. De ez most jó. A szög nem jó. Úgy most áll a pálca. Meg látható, hogy hogy folyik, merre folyik. Össze-vissza gyorsan, akkor valami másképp kell próbálkozni vele, tudod? Mi az? Semmi. Csak állni. Ez egy picit ilyen homok. Illat van benne. Maradjon így ekkora? Hova zárod neki? Hova csinálod a zárat? Zárod ide. Három zsonyos tő van heggesztve. Van megkitt a hajom. Végülis erre mi lesz téve? Valami, de azon gondolkodom éppen, hogy ez alulra kell majd tennünk ízét. Ilyen magasan legalább, mert a homokot be fogják túlra disznók. Aha. Abból majd föl kell fogatni ide. Tudom. Ne ott fogjad, öcsi, ott nem kell fogni már. De miért? Azt már kilukasztottad, nem? Hol? Várjál? Igen, ott. Hol baj? Ott. Ott lehet, a szél. Lehet, hogy az amperál, mert jó rá van tekerve. Ez nem az a hibája. Hát azért tekertem jobban rá, hogy ne ragadjon neki annyira a pálcáit. Így könnyebb neki, ott tudod? Is lukat csináltál? Nem baj. Ilyen az anyag. Ilyen az anyag! A kifogás már megvan. Úgy összeszorítottam a fejem. Ez 2 centivel kisebb. Fejem búbja. Oda lesz, hogy dolgoznak. Igen, dolgoznak. De öcsi, akkor most menj előrébb, ne a heggesztésre. Izéjé. Majd akkor azt tudod hozni? Egy darabig heggesztett, te lesalakolod. Megnézed, hogy csinálsz? A tiszta vasnak kell lenni az egészet. Úgy, menj oda, az elejére. Nem fog hozzá érezzem, baj? Nem, miért lenne baj? Már a heggesztésre már nem heggesztünk úgy. Most úgy csináltam, hogy piciket mozgattam én. Hát piciket kell. Salakoló. Piciket kell mozgatni. Elveszem. Na, a lábamat, mert jó, üssed. Meleg lesz. Na milyen? Másik felére. Úgy. Ezt fel, hogy tedd már el, hogy salakoló. Jó, vesz. Úgy. Na, milyen az? Hallod, öcsi, ha két anyagot akarsz így összeegeszteni, akkor közte tudod. Tudom, úgy csináltam most. Erről az anyagról megyek át a másikra. Picit középen megállok, de nagyon picit, utána megyek tovább. Úgy csináltam középen. Ahogy látod, hogy olvad az anyag. Én legalábbis így szoktam csinálni, de mondom, én se tudok heggeszteni. Én tudom. Én csak elmondom, hogy én hogy szoktam. Júj, de nagyképű voltál. Én tudok, azt mondja. Én tudom.
Meg fogsz is, nem? Ezután már csak a csajok következnek. Na jó van. Az még messze lesz. Nem, nem soká lesz az meg. Még nagyon messze lesz az. Hozzák majd nekem a csajokat, az azt vele bemutatni. Igaz? Mi az, hogy hozzák? Hozza, bocsánat. Azért. Akkor én is mondjam, hogy nekem meg a Zsani hozza a pasikat bemutatni? Így van. Én meg lapáttal várom majd őket a nagykapuba. Ki nem tetszik, zsss, mehet haza. Ez nálunk így működik. Ja. Nem így van, nem az. Nem olyan vagyok? Nem szabad. Először várnom, míg bemutatkozik. Először megvárom. Addig nem is bántam. Csak ha szimpatikus, akkor maradhat. Ha nem szimpatikus, akkor... Így van. Adios amigo, Lamberto Quantonirto. Tudod. Hoppá! 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 Igen. Hoppá, erről lekéstetek, mind a hárman egy oldalon voltatok. Mi volt? Semmi kicsim. Vas. Milyen vas? Majdnem ráesettem, ráhúztam lábomra. Kapott még egy feladatot. Ezt a Tatilla levágott betonvasat, azt kell neki oda heggezni. Jó, heggezni. Közben kiharcolt magának egy ilyen betonkefni ülőkét. Most így jobban tudok koncentrálni. Koncentrálni? Ott van benne az a múlt, úgyhogy kell ezt mondani. Jó. Most a jó. Jó. Nem is jön ki. Csak ne nézz bele, mert fájdalmas, ám. Jó. Nincs itt egy lámpa. Na, gyerünk. Ilyenkor a régi heggesztésen meghúzod. Ilyenkor? Igen. Már kezd jól lenni. Jó. Most már jó is. Na. Hát tehát, fel kell venni a jó pozíciót. Lilit! És miért nem akarja? De húzgáljad. Nem ott, a régi heggesztésem. Úgy, úgy. Még. Jó, most próbáld meg. Le kéne terni ezt a... Nem meleg. Rozsdát ki. Belmeleg. Apaszkodta a fényes oldalon, próbáljon meg. Van, gyerekek, én elköszönöm, mert nekem még dolgom van, öcsi gyakorol. Ez ott rendesen kiolvasztotta. Oh. Öcsi gyakorol. Hoppá! Mi ez? Neki mentem a vasnak. Úgyhogy... Atikának megvan a kedve, játszhat egy kicsit. Inkább gyakorolni. Nem hiszem, hogy az a baj, hogy nem ott van a test, nem? Várjál, várj meg.
ne, itt lesz. Várjál. Nem tudom, mennyire meleg. Így. Most jó? Ja. Megjettél? Meg. Na. Lassabban. Ide erre fölheggesztesz, erre a vasra, utána le a betonvasra, erre a vasra, zárcelvényre, vissza a betonvasra, jó? Na, meg figyelj már, én nem tudom, írni is visszafele? Írsz. Most én nem akarok heggeszteni, de én szerintem föntről... Jó, de ezt a ízét nem akarom hozzá heggeszteni. Nem fogod, de innen föntről lefele kéne, jó. Nem lentről fölfele. Én lentről fölfele szoktam érni. Persze. Na figyelj, ha most ide átteszem, akkor mit csinál? Aha, már nincs test. Érdekes. Hoppá. Hát ez nem fogod semmit ez a hegesztésed. Amely még nem hegesztettem rendesen oda. Jó, na próbáld meg. Föntről. Olyan. Hopp, kalapáccsal. Óvatosan. Szerintem most már megfoghatod. Nem kell róla így leverni. Nem baj. Na jó van, gyerekek, nekem ehhez, megmondom ezt, én ehhez nem értek, nem is nagyon akarok okoskodni. Óvatosan, még most hagyjad kihűni, jó? Bár szerintem várd meg apádat. Én mentem, mert nekem föl kell mosni. Úgyhogy... Sziasztok! Sziasztok!